Ebben a videóban egy egyszerű, jegyzettömszerű programot fogunk csinálni, ami alkalmas szövegfájlokat létrehozni, meglévő szövegfájlokat megnyitni, módosításaikkal együtt elmenteni. Első lépésként nyissunk meg akkor egy WPF projektet, és legelőször tervezzük meg programunknak a felületét, hogy fog kinézni, és miután ezzel készen vagyunk, utána megírjuk magát a programot. Nos, ezt úgy képzelném el, hogy az ablak tetejére elhelyezek néhány gombot, egy megnyitás gombot, egy mentés gombot. Alatta lévő területre fog maga a szövegfáj bekerülni, illetve ott lehet majd szerkeszteni is. Most a gombok elhelyezésével kapcsolatban azért megjegyezném, tehát ha mit ide teszünk gombot, az nem felel meg annak, amit más programokban látunk, és ugye ilyen ikonokkal, meg egyéb feliratokkal ellátott eszköztár, az egy másik megoldás lesz majd. Először csak szimplán gombokkal fogjuk ezt megoldani. Na. Kezdjük mondjuk akkor az érdekesebb résszel, a textboxszal, amiben majd a szövegünk kerül megnyitás után. És ásszuk ki a textboxot. Most ezt a textboxot ugye nem kell ilyen nyitó-záró taggel megoldani, ez elég lesz csak egy szimpla textbox címke, aminek a végén lesz majd egy párjel, és akkor különböző tulajdonságokat majd itt fogjuk ebben elhelyezni. Tehát itt a zárójelek között. Hát legyen először neki egy neve. Hát legyen mondjuk az a neve, hogy txt, szöveget fogunk benne tárolni, akkor legyen txt szöveg. Na, hogyan helyezzük el? Hát ilyenkor, amikor egy ilyet tervezünk, akkor ha csak nincs konkrétan meg a fejünkben az, hogy mi hogy nézzen ki, akkor igenis elő kell venni a papírt, a ceruzát, és akkor el kell kezdeni rajzolni, gondolkodni, számolni, hogy mi hova fog kerülni. De most én ezt úgy szeretném, hogy ne teljesen a széléig tartson majd ez a textbox, legyen egy 10 pontos margó azért minden oldalon, kivéve a felső oldalon, ott egy magasabb margóval számolhatunk, mert hogy oda kerülnek majd a gombok. Akkor legyen margó, ugye minden oldalon 10 lesz, ugye, ha csak egyet írunk be, akkor az minden oldalra vonatkozik, de utána írhatjuk a többit is. Fentre szeretnék mondjuk egy nagyobbat, az legyen 50. Most csak kettőt írtam be, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a két oldalsó és a két felső. De ez nem lesz ilyen szimmetrikus, alul nem szeretnék ennyi helyet hagyni. Ezért írom tovább 10 és 10. Ezzel a textboxom gyakorlatilag jó helyre került nagyjából, majd aztán meglátjuk, hogy ez így pontosan jó lesz-e. Jó. Aztán hát ezt futtassuk le, nézzük meg, hogy milyen. Jó, tehát azt látjuk, hogy itt van szépen a mi kis textboxunk, fönt lesz az ikonoknak hely, és akkor kitölt itt nekünk folyamatosan mindent. Ez az ő alapállapota, hogy kitöltse. Ha biztosra szeretnénk menni, akkor mondjuk ezt kiegészíthetnénk még a vízszintes igazításnál. Itt lennének lehetőségünk, ami egyértelmű, hogy középre, balra, jobbra, de kiválaszthatjuk a stretch-et, és akkor az egész ablak szélességbe ki fogja ezt tölteni, illetve ugyanezt függőlegesen is eljátszhatjuk, és ott is a
töltse ki teljesen. Jó, alapértelmezésben ez van megadva, hogyha nem adunk meg egyébként neki fix méretet, hogy mekkora legyen ez a textbox, de ezt így be lehet írni kézzel is. Jó, a textboxunk a helyén van, akkor csináljunk egy gombot is a megnyitásra. Még ugye egy button lesz, akkor most a button-t automatikusan elhelyezte az ablakon, hát nem túl szép módon, de hát ezt mindjárt megjavítjuk. De ezt adjunk neki egy nevet, mert azért erre szükség lesz. Igen, ő a CMD, ez lesz a megnyitás majd. Megnyitás. És a felirat is legyen az, hogy megnyitás. Most én itt nem szoktam ékezetet használni, persze nem tilos, de most sem fogok. És akkor kezdjük el ezt a gombot elhelyezni. Na most mit tudunk róla, hogy hát ide szeretném rakni. Úgyhogy azt szeretném, hogy Margo az következő féleképpen nézzen ki, tehát ő is majd az oldalaktól hasonlóan a textboxhoz 10-10 pontra legyen. Aztán a többi az nem érdekes. Így most akkor megvan ez a két oldal. Amit szeretnénk, hogy ugye innen induljon, tehát itt a horizontál listát, a vízszintes igazítást berakom neki balra. Jó, ez már így alakul. Aztán még azt szeretném, hogy biztos alapon itt legyen a bal felső sarokba, tehát a függőleges igazítást azt betesszük fentre. Jó, és akkor ezzel a gomb, ez így egész jól a helyére került. Amit látunk, még talán futtatom, akkor jobban látszik, hogy itt azért nem teljesen stimmel a dolog. Ugye itt 50-et adtunk meg, itt van 10, ha itt is akarunk 10-et, akkor az már összesen 20, akkor a magasságának, ennek a gombnak a magasságának adhatnánk egy 30-at, és akkor a gombban nem lesz már több problémánk, mert hogy az valószínűleg akkor jó helyre fog kerülni. Igen. Jó, tehát az jó helyre került. Ezután jön majd a következő gomb, ami mellette lesz, az pedig a mentés gombunk lesz. Ezt Ctrl-D-vel meg kétszerezem, és csinálunk egy mentés gombot is. Most a mentés gombot azt rátette, hát szeretném ezt valahogy szépen elhelyezni. Illetve hát ugye a szélessége is azért a szöveghez idomul. Hát legyen ez úgy, hogy jól nézzen ki. Legyen fix szélességű. Mondjuk legyen mindegyik 100-as. Jó, és akkor is legyen 100-as. És hogy ne egymás fölött legyenek, a mi kis mentés gombunkat odébb kellene tolni valamennyivel. Mondjuk, ha neki megadjuk a bal margóját egy kis fejszámolás után, akkor ez jó is lesz szerintem. Tehát nem 10, tehát bal oldalon nem 10 lesz, hanem 10 plusz 100 plusz megint 10, az összesen 120. És ránézésre, akkor ez már így stimmel is, két gomb egymás mellett van. Az elhelyezés az megfelelő.
Jó, hát minden el van nevezve, alap dolgok úgy tűnik, hogy megvannak. Nézzük akkor meg, hogy hogyan tudnánk erre a megnyitás és a mentés gombra valamilyen metódust írni, amivel ezt a megnyitást és a mentést meg tudjuk csinálni. Jó, még itt, mielőtt elfelejtem, ezt még mindig main window-nak hívják, de mostantól ő szövegszerkesztő lesz. És ez még csak egy nagyon primitív verziója lesz ennek a szövegszerkesztő programnak. Itt be is jelölöm, hogy ez mondjuk a 0.1-es verziója lesz a mi szövegszerkesztőnknek. Egy gyors futtatás, hogy tényleg minden jól néz ki. Igen, van címünk, van két gombunk. Tudom nagyítani, mozgatni, kicsinyíteni, és minden jól néz ki. Akkor menjünk tovább, nézzük, hogy mit tudunk kezdeni a megnyitás gombnak a klik metódusával. Ha ezt jól meg tudom kattintani, akkor ezt létre is fogja nekünk hozni. Így van, megnyitás gombnak a klik metódusa. Na, ahhoz, hogy ezt ugye egyszerűen tudjuk használni, kihasználhatnánk ugye a Windowsnak azt a lehetőségét, hogy nem kell nekünk megírni a C-sharpnak, a vizuális nyelveknek a lehetősége, hogy a megnyitáshoz nem kell nekünk külön programot írni, hanem használhatjuk azt a szokásos megnyitás párbeszéd ablakot, amit minden programban is látunk. Ez Open File Dialog osztályként fog itt futni. Először ugye látjuk aláhúzza nem ismeri fel, ez pedig ugye azért van, mert hogy ennek szüksége lesz egy olyan névtérre, ami alapértelmezetten nincs felvéve, ez a Microsoft Win32 névtere. Ezt felvesszük. És létrehozunk belőle egy példányt. Most ahhoz, hogy ez megjelenjen, a legegyszerűbb dolog, ha beírjuk, hogy megnyit, show dialog, és a gomb megnyomására így gyakorlatilag meg tudjuk nyitni ezt a párbeszéd panelt, de csak hogy tudjuk, miről van szó. Tehát róla van szó, de ő még itt nem fog semmit csinálni, kiválasztok egy fájlt, leokézom, tehát még nem történik semmi, ez még így önmagában kevés nekünk. No, de mit lehet ezzel akkor kezdeni? Először is, ahhoz, hogy egy ilyen megnyit párbeszéd panel ugye megjelenjen, ugye, hát illene ellenőrizni, hogy ez a megnyitás meg történik. Ezért a megnyitást úgy fogjuk megcsinálni, hogy berakjuk egy ellenőrzésbe. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy a itt előbb felhasználtunk, ez a show dialog. Ezt belehelyezem egy if-nek a feltétel részébe, és a megnyitással kapcsolatos dolgokat csak akkor csinálja meg a programunk, hogyha ez futáskor egy igaz értéket vesz fel, tehát hogy sikerült neki megnyitni a magát, sikerült megjeleníteni az ablakot. Jó, működne ez if nélkül is, de ez a biztos, ha ezt így fogjuk csinálni. Jó, és akkor most jöhet az, hogy hogyan tudjuk használni ezt a párbeszéd ablakot. Először is szerezzük meg a párbeszéd ablakban kiválasztott fájlnak az elérési útját, és ezt mondjuk helyezzük egy elérési útváltozóba. Ezt következőképpen tudjuk megnyit, file name.
Bocsánat, ez nem is kell zárója. Jó. Tehát megnyit file name-t, elérési útba visszakapjuk azt, amit majd a párbeszéd ablakban kiválasztottunk, és leokéztünk, ezt nagyon könnyen le tudjuk ellenőrizni. És most ezt az elérési útat kiíratom. Tehát megpróbáljuk, hogy mit ad ez a kiválasztáskor vissza. Tehát megnyitás, kiválasztom ezt a macska txt-t, megnyitás, és visszaadja abba a változóba a fájlnak a teljes elérési útját. Ezt az elérési útot fogjuk mi felhasználni, itt rá így nem lesz szükség, hanem azt mondom, hogy a benne lévő fájlt majd a txt szöveg textjébe fogjuk elhelyezni. Itt nem soronként olvassuk be, mert teljesen felesleges, de egész szövegfájlra szükségünk van, tehát mehet a file, file read all text metódusa, de ugye a file-t azt megint nem ismeri fel, azért, mert szükség lenne a system IO névtérre hozzá. Ezt pótoljuk, és jöhet a read all text, és azt a file-t fogjuk beolvasni, amit az elérési útban tároltunk. Na nézzük meg, hogy most mi történt. Megpróbálom azt a macska nevű szöveg, macska.txt-t megnyitni. Az egyébként a Wikipédiából néhány bekezdés a macska szócikkre. Csak azért, hogy tudjuk itt ellenőrizni a dolgokat. Na, hát amit látunk, az jó is, meg nem is jó. Az eredeti fáj megmutatom, hogy hogyan néz ki. Tehát ő így néz ki. Látjuk, hogy a mi programunk az még egy kicsikét ezt rosszul kezeli. Először is nincsenek benne sortörések. Úgyhogy a textboxon egy kicsikét módosítanunk kell, hogy ilyen nekre használható legyen. Most ennek, hogy a tulajdonságait be tudjuk állítani, ez visszatérünk a XML fájlunkhoz, és akkor a textboxon egy kicsikét még módosítani kell. A következő dolgokra van szükségünk, tehát mondjuk a text wrapping van, szükség lenne a wrapra, hogy jó, már furcsa volt, hogy ott hagyta az aláhúzást. Legyen sortörésünk. Jó, illetve még egy dolog, ahhoz, hogy tudjunk benne elhelyezni, ugye Enterrel. Leütéseket, ezt az except returnt true-ra állítjuk. Jó. Nézzük meg most, milyen lesz. Változott-e valami? Ó, szuper, szuper. Nagyon jó. Ami még viszont probléma nekünk, most már tudunk benne kurzorral is közlekedni, meg is jelenik sok minden, de nincs meg a görgetősáv, ami egy ilyen esetben elengedhetetlen lenne. Úgyhogy a görgetősávot is be kellene kapcsolni. Ami meg, hát a scrollbar néven fut. Egyszer egy vertical scrollbar visibility. Itt adhatjuk, hogy ne látszódjon, látszódjon. És szeretném autóra állítani, hogy akkor látszódjon, amikor szükség van rá, tehát a szöveg kilóg a textboxból. Ennek a párja a horizontal scroll bar visibility, az pedig szintén autó legyen, ezzel se legyen több gondunk. Újabb teszt.
megnyitni megint a macskát, és megjelent a scroll bar, ez nagyon jó, ha pedig ugye akkorára megnyitom ki, hogy nincs rá szükség, akkor pedig eltűnik, tehát az autó tulajdonság az nekünk így jól jött. Oké. Tehát a megnyitás az úgy tűnik, hogy működik. Természetesen a különböző kontrolloknak a tulajdonságait, azt itt oldalt a Properties panelen is be lehet állítani, nem muszáj kézzel beírni, ha itt állítunk valamit be, akkor az ugye kiegészül majd vele az XML fájl is. Jó, tehát az mindegy, hogy itt állítjuk be, vagy itt állítjuk be. Kinek mi tetszik, lehet keverni tetszőleges arányban, ahol éppen könnyebb valamit megoldani. Jó, tehát megnyitni meg tudunk, próbáljuk még ki azt is, hogy tudunk-e vele irogatni, úgy, ahogy mi szeretnénk, enterek is vannak benne. Jó, ez eddig működik. És hát akkor a következő, még egy kicsit a megnyitás párbeszéd panelre térjünk vissza, mert megmutatom miért. Itt a megnyitásnál a file nevet mi magunk adhatjuk meg, illetve látszik az összes file típus is, olyanok is, amiket valójában nem tudunk szerkeszteni egy ilyen sima jegyzettömbbel. Ezért egy kicsit módosíthatunk rajta, tehát mondjuk csak azokat a kiterjesztéseket mutassa, amiket fel tudunk használni. De ez néhány tulajdonságát, akkor ennek a Open File Dialog típusú megnyit nevezetű példánynak állítsunk be. És először is adhatunk annak a kis párbeszéd panelnek akár saját címet is. Ez talán a legegyszerűbb, amit be tudunk állítani. Legyen a sima megnyitás helyett, amit gyárilag odaír, szöveg, file, megnyitása. Az nem sokat befolyásolta a dolgunkat, kicsit szebb lesz tőle talán. Aztán ami érdekesebb, az mondjuk a filter lesz. Itt tudjuk ugyanis megadni, hogy milyen fajtípusokat jelenítsen meg. Először beírhatjuk az ő nevét, amit szeretnénk látni, mondjuk szöveges fájlok. Jó, és akkor ők lennének a csillag.txt kiterjesztésűek. Utána jön egy függőleges vonal, ami után megadhatjuk ehhez tartozó kiterjesztést, csillag.txt. Ha csak egyet írunk be, akkor csak txt fájlokat fog megjeleníteni. Teszteljük le. Megnyit, és itt megjelent egy lenyíló menü, csak szöveges fájlok, és itt is csak szöveges fájlok jelentek meg. Nem muszáj egyféle típusra korlátoznunk, lehet több is. Ezt folytathatjuk szintén a függőleges vonallal, ugye ez az Alt-W, és vehetünk még fel többet is. Mondjuk vegyük fel a CSV fájlokat, ugye azok is szimpla szöveges fájlok szoktak lenni. Ilyen ez a neve, hogy CSV fájlok. CSV kiterjesztéssel vannak, és ezt jó, még egyszer megadjuk. CSV, jó. Ebben az esetben már akár kettőfélére is tudunk szűrni. Szöveges fájlok, CSV fájlok. Jó, hát ugye nekem most csak szöveges fájlom van. Oké, tehát így, így fejeztük be akkor a megnyitást. És akkor menjünk a mentésre, a mentés gombunkra. Itt is a
gombnak a klik metódusára van szükségünk, és nyilván, ha van olyan, hogy Open File Dialog, amikor egy megnyitás párbeszédablakot tudunk használni, akkor nyilván lesz egy Save File Dialog is, amivel pedig majd kényelmesen el tudjuk menteni a fájlainkat, vagy a fájlunkat. Legyen a neve mondjuk mentés. Jó. Ő megjelenítése szintén úgy fog kinézni, hogy példány neve pont showdialog. Simán tudjuk neki is a tulajdonságait állítani. Most ezt akár rövidebben is meg tudjuk tenni, mint ez a forma, egy kicsikét. Következőképpen lehet ezt még átírni. Ugye ez vonatkozik az Open File Dialogra is. Teszünk ide egy ilyen kapcsolzárójelet, és akkor nem kell felhasználnunk a példánynak a nevét, hanem simán csak írhatom azt, hogy title. Ő lesz a szövegfájl mentése. Illetve nála is használhatunk filtert, akkor itt elég csak azt írni, hogy filter. Na, filter. És hát nagyjából ugyanazt a filtert használhatjuk. Szerintem akkor én ezt le is másolom innen. Ja, bocsánat. Itt a következő dolgok történtek, tehát ugye mert szögletes zárójelben vagyunk, és ezek tulajdonképpen felsorolások, tehát oda egy vesszőre van szükség, és a legvégén pedig nem kell itt pontos vessző, és ha minden igaz, igen, akkor most jó. Jó, tehát létrehoztuk, beállítottam a tulajdonságait. Tehát na, szintén a megnyitáshoz használunk egy if-et, és akkor fogja megcsinálni a megnyitás vagy a mentés utáni feladatokat, hogyha ez sikeresen lefutott. És hát hogyan tudnánk ezt elmenteni? Nem kell megint soronként mentéssel vacakolnunk, gyakorlatilag a benne lévő összes szöveget egy az egybe be tudjuk írni egy szöveges fájlba. Ehhez pedig a file writeAllText metódusa nekünk tökéletesen megfelel, az elég rövid. Ennek aztán két paraméterre lesz, mint amit itt látni is fogunk. Először is szükség van a file névre, ugye, amit itt ebben a show dialogba kiválasztottunk. Most már rövidebben fogjuk megoldani. Ugye itt fent még kivettem elérési útba, itt most már nem veszem ki elérési útba, hanem rögtön beírom paraméternek, hogy mentés, file name. Ez az egyik, és mutatja a másik paraméter, amit szeretne kérni, egy string, amit beleírhat majd a fájlba. Ez pedig a textboxunknak a tartalma, ami txt szövegnéven futott. Még szöveg.text azt azért nagybetűvel. Jó, és akkor nem húzza alá. Oké, tehát megírtuk elvileg a mentés gombnak a metódusát, klik metódusát. Jó, próbáljuk ki, hogyha valami még van, akkor azt most derítsük ki. Beírom azt, hogy szia, hello, és azt, hogy vége. És megkérem, hogy mentse el. Alapesetben ugye a dokumentumok mappát nyitja meg, ezen majd tudunk változtatni az elérési utat a Windowsnak az alapértelmezéséből veszi, de ez programon belül akár meg is tudjuk változtatni. Látszik a kettő darab
kiterjesztés, amit felvettem. Legyen ennek az a neve, hogy köszönés. Na nézzük, hogy megjelente. Itt van dokumentumokban egy köszönés. Megnyitom egy sima közönséges más által írt jegyzettöm alkalmazásban, akkor stimmel minden. Tehát a mentés jó volt. Kicsit visszatérve az előzőre, itt ezt még meg is tudok nyitni újra, vagy meg tudom nyitni a másikat. Jó, tehát visszatérve egy kicsit az előző megjegyzésemre, hogy mindig a dokumentumok mappát használja, mert hogy ezt a Windowsból veszi ki. Mi magunk is ezt felül tudjuk a programban bírálni, mondjuk itt a megnyitásnál. Az megnyitáshoz visszatérek egy kicsit. Mondhatom neki azt, hogy a könyvtár, amit használjon, az mondjuk a címek hajtó legyen. C2-s pont visszapert kéne írni, de hát ugye visszaper speciális karakter, úgyhogy egy visszaperrel jelölni kell ezt, hogy egy speciális karakter, ezért kettő visszaper jelet írok. Ebben az esetben az oprendszer beállításait felülbírálva megnyitáskor nekem a C mappát fogja megjeleníteni. Oké, tehát ezt így meg lehet csinálni. Tehát a mentésnél is és a megnyitásnál is, de nekem erre most nem lesz szükségem, úgyhogy ezt kikommentelem, nem akarom benne hagyni a programba. Teljesen jó nekem az, amit az operációs rendszer ad. Jó, úgy tűnik, hogy a programunk, ezt ilyen állás szerint csak tesztelni kell, mert hogy tudunk vele megnyitni, menteni, szerkeszteni, mondjuk ezt az állományt átszerkeztem, és azt mondom, hogy beleírom, hogy macska, Wikipédia, és akkor őt el tudom menteni. Ez nem egy sima gomb ugye egyébként, hanem csak ezt a párbeszéd ablakot hozza vissza. Olyan funkció még most nem lesz benne, hogy simán csak rámentsünk a fájra, de később lesz benne olyan is. Szeretném menteni ugyanabba a fájba. Lecserélem? Igen, lecserélem. Nézzük meg, hogy ez sikerült-e. Tehát jó, az meg volt nyitva, most megkérdezi, hogy megnyissa újra, mert hogy betöltse újra, mert hogy megváltozott a tartalma. Igen, és oda került, tehát működik a programunk. Jó, egy-két dologgal azért még ezt a programot egészítsük ki, hát ez egy nagyon kis sovány lett. Ami nekem feltűnt mondjuk benne, hogy amikor szeretném a programot használni, akkor eléggé picikék ezek a betűk. Tegyünk be egy olyan lehetőséget, amivel a betű méretét a textboxon belül meg tudjuk változtatni. És ilyen lehetőségünk vannak, tehetnénk itt a rádiógombokat, vagy ami ebben az esetben nagyon adja magát, hogy tegyünk ide egy lenyíló kiválasztót, ez pedig a combo box. Jó, tehát akkor készítsünk egy combo boxot ide. Hát megint berakta ezt az egészet, úgyhogy kitöltött az ablakunkat, de nem baj, ezt az eddigiek alapján meg fogjuk formázni. Na, de először is adjuk neki egy nevet, és legyen ő mondjuk a betűméretet állítunk, CB betűméret. Jó, ennek még nincs akkor itt semmi látható eredménye. Legyen a méret akkor, amit először beállítunk. Idomuljon a többihez, vagyis hogy legyen a magassága. Állítottunk magasságot, azt hiszem, hogy igen, 30-ra, igen. Legyen neki 30, bocsánat, a szélessége az legyen 100, ugyanúgy, mint a többinek, és a magassága
legyen a 30. Jó, és elhelyezkedését tekintve pedig akkor legyen ezek után megint csak 10 ponttal. Azt pedig akkor úgy tudjuk, hogy Margó. Ugye 120-nál kezdődött ő. 220-ig tart, 10 pont távolság, akkor ez 230. 0, 0. Nem, bocsánat, a második az 10 kell, hogy legyen. És ennek az elhelyezése az itt a bal felső saroktól indul, vagyis akkor legyen neki egy olyan tulajdonsága még, hogy horizontál alignment, bal. És jó, tehát látjuk, hogy már így vonalba van, már csak fentre kell neki kerülni. Vertical alignment top. Jó, és a helyére került. Nézzük meg, hogy fog kinézni. Jó, lenyíló. Viszont a lenyíló még nem tartalmaz semmit. Ide majd betűméreteket szeretnék felvenni. Jó, a benne lévő elemeket a combo box item címkével tudjuk felvenni. Jó, és akkor mondjuk legyen 10 pontos betűméret. 10. Egy. Elvileg ennek már akkor meg kell jelennie benne. Aha, tehát már van egy 10-esünk. És még lesz mondjuk 2. Lesz 4-esével, menjünk, lesz egy 14-es, lesz egy 18-as, és akkor az alapértelmezett betűtípusunk az majd a 14-es lesz. És attól lehet majd választani egy kisebbet, meg egy nagyobbat. Amit itt rögtön megfigyeltünk, nincs neki alapértelmezett értéke, tehát hogy elindítottam a programot, nem jelent meg ott semmilyen szám. Ezt a tulajdonságot most akkor a 14-eshez szeretném beállítani. Tehát induláskor is selected, tehát ami ki van választva, az a 14-es lesz. Ettől még nem lesz 14-es méretű a szöveg, amit megjelenítettünk. Attól, hogy itt az XML file-ba beleírtuk ezzel, majd később még foglalkozni kell, hogy ez 14-es legyen. Ez körülbelül, amit megjelenik, ez egy 12-es. Viszont látjuk, hogy már a 14-es van alapértelmezetten kijelölve, és tudok más méretet is választani. Okay. Nézzük akkor a magát a programot, a részletet, ami ehhez tartozik. Na most ehhez kellene egy metódust írnunk, ami ugye akkor fog működni, vagy akkor fog lefutni, hogyha itt megváltoztatjuk azt az elemet, a kiválasztott elemet. És de ezt kikereshetjük itt a metódusoknál a villámjellel, hogy mi lenne nekünk jó. Vagy ugye megpróbálkozunk azzal, hogy duplárákat tintunk, és reménykedünk, hogy valószínűleg ez a leggyakoribb felhasználási módja, a megfelelő metódust fogja nekünk létrehozni. És nem véletlenül reménykedtünk, mert mint látjuk, Selection Changed néven futó metódus hozott létre, ami azt jelenti, hogy amikor változtatunk rajta, akkor szépen le fog ez a metódus futni. Na, mit kellene nekünk ebben elhelyezni? Hát először is ki kellene vennünk a lenyíló menüből, hogy melyiket választottuk ki. Erre talán a legkevésbé problémás és legegyszerűbb módja, hogyha a kiválasztott elemnek az indexét vesszük ki. Ugye itt is az elemek, amik benne vannak, jelen esetben a 10, 14 és 18, ezek indexelve vannak, az első a nulladik index, aztán első index, második index. És ahány van.
Ezért most mondjuk egy kiválasztott változóba én ezt kiveszem. A betűméret selected index. Hogy így kiveszi-e. Jó, reméljük, hogy ez intet ad vissza, és akkor jó lesz. És akkor nézzük, mi történik, ha kiválasztok egy másikat. Mondjuk. Ha azt mondtad, tehát mondjuk a 18-ast választunk ki, az elég jó nagy, ott biztos látszódni fog változás. Ha kiválasztott egyenlő, az a 0, egy második index lesz, akkor txt szöveg méretét font size átállítom 18-ra. Nézzük, hogy megtörténik-e. Jó, legyen valamilyen szövegünk, mindegy micsoda, kiválasztom a 18-at, és megnőtt 18-ra. Jó, tehát ez így jónak tűnik, ez működni fog. No, viszont akkor térjünk vissza arra, amit mondtam, hogy ne felejtsünk el, hogy attól, hogy én beállítottam, hogy itt a 14-es legyen az alapértelmezett, a szöveg az nem 14-esként fog megjelenni megnyitáskor. Ezért én a főprogramban ezt, amikor megnyílik a program, rögtön be is állítom, hogy ez a textbox annak a mérete ez 14-es legyen. Ez az egyik, amit itt a betűméretek kapcsán, ja, ez nem idézőjeles, mert csak egy sima int, de kell állítani. A másik, hogy ezt ugye eljátszhatjuk itt három darab if-fel, de hát ez azért, na. Több irányú elágazás, tehát nagyon adja magát, hogy ez bizony egy switch legyen. Amit vizsgálunk, az a kiválasztott érték, tehát hogy hányadik helyen van. És akkor van neki egy olyan állapota, hogy nulla, ugye az volt 10-es. Ebben az esetben a font size az 10-es. Akkor ebből még kell nekünk 2. Hú, de ronda lett. Nem baj. Az első indexnél volt a 14-es. Az alapértelmezett, de hát itt is fel kell vennünk, mert előfordult, hogy vissza kell majd váltanunk a 14-esre. És a következő az a 18-as, de nem tudom miért írtam megint idézőjellel. Ezeket akkor kijavítjuk. Oké. Próbáljuk ki. Macskás szövegen ki fogom próbálni. Ez is, hogy 14-es lesz a... Igen, tehát már nagyobb a betűméret, mint ami eddig volt. És áttájítom 10-esre, akkor lekicsinyíti, áttájítom 18-asra, akkor meg nagyítja. Jó, ehhez ezt akár csinálhatnánk úgy is, hogy mint egy sima textbox, és akkor mi beírjuk kézzel a számot, és akkor annak alapján választjuk a betűméretet, tehát a lehetőségek száma gyakorlatilag végtelen. Ez most csak egy egyszerű comboboxos megoldás volt. Na, ha már a comboboxnál tartunk, akkor használjunk még egyet, és ugye manapság nagy divat az, hogy minden alkalmazásnak kell, hogy legyen egy így dark módja, egy sötét módja. Ez nagy divat, most nekünk ez nagyon fehér ez az alkalmazás. Készítsünk még egy ilyet, és az legyen arra lehetőség, hogy át tudjuk állítani a világos módból a sötét módba a programunkat. Na, ehhez akkor most már rutinosan fel kell vennünk
combo boxot, egy lenyilót, ennek mondjuk legyen az a neve, hogy szín, az jónak, jónak tűnik, chart name, akkor legyen az a neve, jó, hogy CB szín. Jó, lesz neki majd két itemje, de előtte helyezzük őt a megfelelő helyre. Azt tudtuk, hogy az előző az 230-nál volt, sőt többet is ki tudok vágni, mert gyakorlatilag ez itt mind ugyanaz lesz, kivéve a végén ez a metódus hívás, az nem kell. Oké, most rákerült az előzőre, de ha ezt egy kicsit még módosítjuk, tehát hozzáadunk 100-at, meg 10-et, az 340, csak 340, akkor jó helyre kerül. Igen, gyorsan vegyünk is fel kettő darab elemet ebbe. Tehát egyik az lesz, hogy világos mód. Tehát világos mód per. Jó, és akkor még egy ilyen lesz nekünk. És ez pedig a sötét mód néven fog futni. És a világos mód lesz az alapértelmezett. Hát ide jön az, hogy is select did true. Oké, tehát világos mód. Jó, jónak tűnik. Azért leellenőrizzük. Alapértelmezetten világos mód, és akkor itt lehet majd sötét módra változtatni. Na, őre is duplán rákattintok akkor, hogy létrejöjjön a Selection Changed metódusa. És az ő esetében már csak színeket kellene állítanunk. Hát ugyanez lesz egy ilyen kiválasztott. Itt használhatom újra azt, hogy kiválasztott, mert ez egy teljesen más private metódusban van, különbözőben, és akkor itt a CB, nem betűméretből, hanem CB színből szeretném a Selected Indexet kiválasztani. És hát itt használtunk ifet, sima ifet, mert hogy kettő állapot lesz. Lesz a nullás állapot a hagyományos alapértelmezett színeinkkel. És ha nem ez, ugye akkor az egyes lesz, de más nem is lehet. Csak az egyes, úgyhogy mehet egy elzákba, és akkor ez pedig lesz itt ez a rész, a sötét mód. Ez a világos mód, ez a sötét mód. Na most, a világos mód beállításait be kellene írnunk. Most az, hogy nekem pont úgy vannak a Windowsban a színek beállítva, hogy ez egy ilyen világos módot adjon vissza, az nem azt jelenti, hogy ez másra is működni fog. Ugye nem csak erre az egy gépre csinálom, hanem bárki másra. És szeretném ezért fixen meghatározni kiinduló színeket. Ezt akkor felvehetem ide. De ahhoz, hogy ugyanúgy, mint a betűméretnél az induláskor is beállításra kerüljön, ezért itt is meg kell adni. Na most, ha már két helyen kell megadni ugyanazt, akkor nagyon adja magát az eset, hogy egy metódust készítsünk rá. Ez lehet simán public. Amiben az alapszíneket szeretném beállítani. Ott lesz egy public alapszínek. Az összes színnel, amit beszeretnék állítani, és kezdem ezt mondjuk a háttérrel. A háttérrel szeretném kezdeni, akkor az XML-ben
gyakorlatilag, ami a hátteret lefedi nekünk most teljesen, ez a grid lesz. És ennek a színét tudjam állítani, tehát nem ártana neki egy nevet adni. És legyen akkor ez most a grid háttér. És akkor a programban hivatkozhatok is rá, hogy grid háttér, background háttér színe, pedig nem lesz más. Mindegy, hát nem egy sima tehát nem egy sima fehérre kellene szükségünk legyen, legyen mondjuk ez a vít, ez olyan barnás színű, csak ez nem kell. Jó, tehát ez, nézzük is meg, hogy ez milyen lesz, itt egyelőre nem kell sem, de hát beírhatom ide is, mert hogy itt az igazságban az alapszínek metódust fogom meghívni, nincs paramétere, illetve a program ablaknak az indításakor is mondjuk az alapszínek metódust, ezt meg fogjuk hívni, hogy szépen színezze be az ablakokat, az ablak elemeit. Aha, igen, ez egy ilyen sárgás, nagyon jól fog nekünk kinézni. Jó, a többi beállítást is akkor megtesszük. Alap esetben a textboxunknak a háttere az fehér. Ugye most a világos módot nézzük. Most tényleg white lesz. És a betűszín, tehát az előtérszín, ő pedig fekete lesz. Ugye az, hogy ezt beállítottuk, ez most nem okoz változást, mert ez eddig is így volt. Ami viszont a sötét módot illeti, tehát itt lesz a sötét mód. Ami a sötét módot illeti, hát találjunk ki új színeket. Ezt innen kiveszem, és akkor a háttér az legyen mondjuk, tehát a külső rész, az a szegény rész, az legyen mondjuk szürke. És benne a háttér, tehát maga a szöveg mögötti háttér értelemszerűen fekete, és a rajta lévő szöveg akkor módosuljon úgy, hogy az legyen valami világos zöld. Na, próbáljuk ki a sötét módot. Tehát alapértelmezetten világos móddal indul, úgy is állítottuk be, hogy világos módban legyen. Átváltom sötét módra, és akkor minden átváltódik sötét módra. Teszt, tehát a szöveg zöld lesz. Jó, kicsit nagyobb, visszaváltom világosra. Jó, működik a dolog. Jó, ezzel gyakorlatilag készen is vagyunk. Ha minden igaz, a tesztelés lenne hátra, tud közben elég sokat teszteltük, hát most én ezt szintén tesztelésnek vesztem alá, ezt el tudom menteni. Ilyen, hogy a betűméret az a mentésnél nem számít, ez csak a betűméret a megjelenítése, ez a programunkban a megjelenítést módosítja, itt ahogy a betűszint sem változtatja semmi. Mentés. Jó. Ami teszt, és próbáljuk CSV-vel is. Teszt CSV. Nézzük a dokumentumokat. És meg is csinálta teszt CSV. Most nem Excel-el, egy Notepad-del megnyitom, hogy benne van a szövegnek a tartalma. Jó, tehát ez a gyakorlatilag a legegyszerűbb módja annak, hogy egy ilyen szövegfájl megnyitására, szerkesztésére alkalmas programot készítsünk. Nyilván ezt később tovább lehet fejleszteni, lehet benne vele tenni szövegmásolást, kivágást, sima mentés gombot, tehát nem mentés másként gombot, stb. Az egyetlen, amit még itt, ahogy nézek, talán meg
tehetnénk, ugye itt kicsit furán néz ki, mert 30-as magasságot adtunk meg a gomboknak, hát akkor a betűméretet is ennél a három kontrollnál kicsit megnövelhetnénk, akkor úgy jobban néz neki. Ezt még itt meg tudjuk tenni. Mondjuk mindegyiket szeretném megnövelni, akkor ilyet kontroll alattal a multikurzor, és akkor mondhatjuk, hogy font. Na, mi ennek a neve? Font size, azt hiszem. Csak nem hagytam ott szó közt, azért nem egészíti ki. Font size, igen. És legyen mondjuk 16-os. Ó, kikattintottam belőle, úgyhogy most kiszúrtam magammal. Vagy mi történt? Na mindegy, most már. 16. 16. És még egy hely volt. Jó. Ja, itt ő még ki. Jó, hogy ő eredetileg is kimaradt. Na, most már jó. Jónak néz ki. Gyors teszt. Na hát azért így már sokkal jobban néz ki a dolog, viszont a világos mód így már nem fér bele. Hát akkor ezen mondjuk egy 20 pixelt még növelünk ennek a szélességén. Hát ő volt ez a szín, akkor legyen az ő szélessége 100 helyett. 120. Pont belefért a világos mód. Felirat is. Oké, ez jó. Hát még annyit tehetnénk meg. Ez ilyen elég kis méretben nyílik meg. Adjunk neki egy nagyobb kezdőméretet, illetve elhelyezhetnénk magát az ablakot induláskor a képernyő közepére. Most ez az ablak beállítása is fog tartozni. Ezt akkor beállíthatjuk itt oldalt a tehát, hogy kezdetkor ő center screen legyen, itt be is írta nekünk ide az ablakhoz, Windows Startup Location center screen, és akkor a méretét, kezdő méretét módosíthatnánk. Még erre keressük meg ezt a tulajdonságot, hát legyen mondjuk egy 1024x768, régebbi kijelzőnek a felbontása. Jó, esetleg még egy kisebb 800x600 lehet, de most már azért, ezt azért tudja a legtöbb kijelző kényelmesen. Jó, így már azért sokkal kellemesebb lett a programunk. Utolsó teszt. Jó, tehát minden működik. Jó, ezzel a szövegszerkesztőnk 0.1-es verziója gyakorlatilag készen lett.